Köszöntöm kedves nézőinket! Ahogy előző adásunk végén ígértem, folytassuk kalandozásunkat a 27. Fehova nemzetközi kiállításon. Most egy szívemhez közel álló témával kezdünk, mégpedig a horgászattal. Szenzációs évünk volt, én nagyon-nagyon meg voltam elégedve a tavalyi évvel. Korábbról volt egy Féder egyéni világbajnoki címem, ezt a tavalyi évben még kettővel sikerült gyarapítani, ugyanis a tavalyi évben Dél-Afrikában megnyertük a Nemzetek Féder világbajnokságát, és utána május hónapban pedig megnyertük Portugáliában a klubcsapatok Féder világbajnokságát is. Ezen kívül viszont még hál' Istennek a Masters kategóriába úszós horgászatban sikerült bekerülnem az idei válogatott keretbe, illetve az egyéni bajnokságon egy ezüstérmet elérni. 2020-as évre semmi más nem kívánok, csak címvédéseket. Tehát címvédő világbajnokként utazik a női válogatott a VB-re, címvédő világbajnok a Féder válogatott. Mi a Féder klubcsapatunkkal, a Maros Valtellan csapattal címvédő világbajnokként megyünk a Féder klub VB-re. Hát könyörgöm, ha ezekből a felét meg tudjuk védeni, mert akkor is fantasztikus év lesz a 2020, de az úszós versenysport, ami az egésznek a koronája, a mekkája, medinája, ott nem tudunk címet védeni, mert bronzérmesek lettünk a VB-n, de szeretnénk megvédeni a világranglista elsőségünket. Ugyanis világranglistát vezetünk az úszósportban 50-valahány országból. Mi korábban úgy elsunyogtunk ugye a többi nemzet között, most úgy lehet látni, hogy a tréning napokon is már komoly kis stábok állnak meg a hátunk mögött, és figyelik azt, hogy a tréning napokon mit csinálunk, mivel próbálkozunk. Nagyon sok külföldi jó ismerős van, akik azért úgy ismerősként veregetik a vállunkat. És vajon hogy lehet megszerettetni a horgászatot a gyermekekkel? Ahhoz, hogy valaki kötődjön a horgászathoz, ahhoz a víz alá bukó úszó látványa az, ami csukott szemmel este lefekvésnél is még megmarad. Nem a rezgőspic, nem a pergetés, hanem az úszózás. A horgászat után térjünk át a magyar vadgazdálkodásban egyre nagyobb gondot okozó aranysakálok túlszaporodásának kérdésére. Az országban az elmúlt 10 évben, 15 évben nagyon felszaporodott az aranysakál, és nagyon nagy károkat okoz a vadállományban. A dám borjukat is nagy mennyiségben pusztítják, és már a dám, sőt, ahol nagyon elszaporodtak, már a gímborjuk is áldozatává esnek, mivel ezek az állatok csapatban, falkában vadásznak. Ezért gondolta úgy a Safari Klub elnöksége, hogy indít egy sakállövő versenyt, amiben a 2020-as évben elejtett sakálokat lehet beküldeni a Safari Klub részére, a lefőzött koponyát, és tudományos munkát is szeretnénk végezni a SZIE Egyetemmel közösen, ahol genetikai vizsgálatokat végzünk, és ebből egy tudományos munkát fog készíteni a professzor Heltai Miklós, mi pedig támogatjuk ezt a munkát. A Safari Klub egyik kiemelt magyarországi képviselője Tóth Kálmán is, kinek nagy lelkűsége révén jöhetett létre az azóta is nagybegyben tartott ludasszállási kiskápolna. Kalocsa környékén történt, jó barátaim lettek ottan, és szerettem volna ott tag lenni. És elhívtak vadászni, és mentünk gyönyörű szép területen, és leültem, és azt mondták, hogy amin maga ül, az a oltári égyszentség. Hát mondom, hogy. Azt mondja, ez egy romkápolna, ez a darabjai maradtak. Na, akkor megfogadtuk, hogy ezt a kápolnát felújítjuk. Amikor kész volt, meg lett mutatva a kalocsai érsekúnak, Bábel barátunk, és minden évben egy gyönyörű, szép szentmisét szokott celebrálni. A kiállításon azt is megtudhattuk, hogy hamarosan befejeződik Habsburg-Frigyes milleniumi pavilonjának rekonstrukciója is. Ez az épület ugye Lemberbe készült, az 1896-os milléniumi budapesti kiállítása állította föl Frigyes főherceg, aki akkor a Bejei Uradalom tulajdonosa volt, amelynek egy része ugye Karapancsa, illetve Béda Gemen ZRT vagyonkezelésébe tartozik. És a Bejei Uradalomnak a vadgazdálkodását, erdőgazdálkodását és a Európa hírű mezőgazdálkodását mutatta be ebbe a pavilonban. Teljesen faszerkezetű ez az épület, és az az érdekessége, hogy a milléniumi kiállításon 160 ilyen pavilon épület volt,
információink szerint ez az egyetlen egy épület, amely még ma is megvan. Hallottam róla, hogy lesz ez a restaurálás ennek a vadászháznak, amit Frigyes főherceg tulajdonában volt, és hát ő ugye az úgy abban a korszakban élt, amikor a nagypapám is, József főherceg is itt Magyarországon élt és tevénkedett, és ők ketten ugye képviselték számunkra, a család számára a vadászatot, és hát már nagyon várom, hogy ez kész legyen, és akkor a család újból ott is találkozhat. Reményeink szerint 2021 nyarán fog megtörténni az átadása, természetesen szervesen kapcsolódva a világkiállításnak az eseményeihez és a programsorozatához. Nem csak a vadászati világkiállítás irodája készíti elő a világkiállítást, hanem az összmagyar vadásztársadalom. Azt kell, hogy mondjam, nagyon jól haladunk. A tavalyi évben 55 partnerrel szerződtünk, több mint 70 megvalósított rendezvényünk van, és már több mint 1 milliárd forint támogatást tudtunk biztosítani ezekre a rendezvényekre. Ilyenkor az erdőkben sétálgatva gyakran találkozhatunk az út mellett hosszan nyújtózó tűzifasaranggal, ugyanis a tél a fakitermelés időszaka. Egy erdésznek bőven akad feladata az év ezen szakaszában is az erdőben. Például a sarangba rakott tűzifák számbavétele. Amit pedig nem lehet ilyen szépen glédába állítani, azt egyszerűen ledarálják. Szúgnak a gépek, dolgozik a rakodó. A mindent elnyelő, daráló, éhes szája aprítja a hulladékfát, és munkájának köszönhetően a felhasználás újabb lehetőségei nyílnak meg. Bútorlap, fabriket, csak hogy a főbb dolgokat említsük. Ez az apríték ugyanakkor egy kiváló, megújuló energiaforrás is, hiszen a modern biomassa erőművek előszeretettel használják hő- és villamos energia előállításához. Ez pedig már egy fafeldolgozó üzem, ahol a rakodó éppen egy kocsánytalan töltszállítmánnyal foglalatoskodik. Gördülnek a hatalmas rönkök, könnyedén mozgatja évtizedes súlyukat a futószalag. Szalad a fűrész, és készül a deszka a gerendba. Ilyenkor az erdész egyik szeme sír, mert életek tűnnek el az erdőből, a másik viszont nevet, mert munkáját siker koronázza. Jól dolgozott. Óvta, védte a kis magokból kicsirázott facsemetéket, és kezemunkája nyomán terebélyes óriásokká nevelte őket. Élet és halál kéz a kézben járnak az erdőn. A vadból élelem, trófea lesz, az erdőfáiból pedig tüzelő vagy éppen bútorlap. Örök körforgás ez, amelyben az ember irányít. Az ő vállát nyomja a jó gazdálkodás felelőssége, hiszen kényes egyensúlyra kell vigyáznia. Elég egyetlen rossz döntés, és már is évek, évtizedek munkája veszik kárba. Szakértelem és bölcsesség. Higgadtság és tapasztalat. A vizsgabizonyítvány mellett nem árt, ha az erdész épp úgy, mint a vadász, ezekkel a tulajdonságokkal is rendelkezik. Erdő Ernő bácsi meséi. Miért vágják ki a fákat? Tudod, a fa az emberiség egyik legrégibb és legfontosabb nyersanyaga. Ezért vágjuk ki és formáljuk át. A fakitermelést mindig új erdő telepítése követi, hogy fenntartsuk a természet egyensúlyát. A fa anyagából házakat, bútorokat és különféle használati tárgyakat készítünk, ilyenek a színes építőkockák az oviban, vagy a mászókák, libikókák a játszótereken. Képzeld, még a mesekönyvek, tankönyvek lapja, azaz a papír is ebből készül. Nézd csak körül otthon, hogy mennyi minden van fából. A mecseki szabadságharcosok, a mecseki láthatatlanok,
Már több mint 60 éve fogalom a pécsiek számára. De mégis kik voltak ők, és hogyan harcoltak az orosz megszállás ellen? Ezekre a kérdésekre Varga Jenőtől kapunk választ. Hát a Mecseki láthatatlanok egy nagyon izgalmas történet. Itt a Mecsek és a környező települések leginkább Pécs életében. 56. november 4-én hajnalán ugye az oroszok igen nagy erőkkel megjelentek Pécs város keleti városrészénél. Akkor az akkori városparancsnok, a forradalmi katonatárcsa elnöke, Csikor Kálmán alezredes, ha nem is jó szívvel, de fogadta az oroszokat, és biztosította őket arról, hogy a városban semmiféle ellenállás nem lesz. Igen ám, de amikor az oroszok elkezdték ugye a város elfoglalását keletről nyugati irányba, a város keleti részén lévő kollégiumban az egyetemi zászlóalj meg is adta magát, a fegyvereket letették, de a nyugati város részben lévő katonakollégium, illetve más munkás zászlóaljakban a fegyverek még megvoltak, hozzáférhetőek voltak, és akkor elhangzott a jelszó, hogy fel a Mecsekre. Az első komolyabb bázisukat a dömörkapui turistaháznál alakították ki. Egy százados, nevezetesen Kubica János fölajánlotta segítségét, és gyakorlatilag ő volt az a katona személyiség, aki vezetésével, megfelelő katonai tapasztalattal az ellenállás kezdetét vehette. Tulajdonképpen ez azt a szót fedi, ugye, hogy nekik el kellett innen menniük, el kellett valahova bújniuk. Így van. Nyomtalanul eltűnni, hogy aztán kellő időben akciót indíthassanak. Így van. Tulajdonképpen ugye a november 4-e, 5-én voltak még erősebb csatározások a Tettye környékén, illetve a Mecsekkapu környékén, ugye a Mecsekre fölvezető utak mentén. Ezek csatározások közben nyilván az oroszok pontosan be tudták mérni, hogy hol is van az ő bázisuk, és Kubica János ezért úgy döntött, hogy a csapatot fölvezeti Vágott pusztára. Ő pontosan tudta, hogy oda az akkori útviszonyok miatt nem fognak tudni egyszerűen fölmenni az oroszok, és itt is gyűlt össze tulajdonképpen az a 340 főre becsült szabadságharcos csapat, akik akkor ott rendezték be a parancsnokságot. És ezek után még változtatták a helyüket? Mert tulajdonképpen az ilyen csapatoknak mindig változtatni kell a helyüket. Így van. Vágott pusztán ugye megszervezték a csapatokat, nyilván egy katonai rendben szakaszokat alakítottak ki, esküdtettek a katonák, valamilyen kiképzésben részesültek, és önmagában a csapatnak az életét meg kellett szervezni, tehát őrpontokat kellett felállítani. Ugye nagyon most a időjárási viszonyok között voltak, többek között a környező falvakba mentek élelembeszerző körútra, a Sikondai kórházba gyógyszerekért, és amikor tulajdonképpen kialakult a bázis, akkor volt lehetőségük, hogy apróbb kis villanásokkal, kis partizán akciókkal zavarják a környező főutakon lévő orosz csapatok mozgását. De viszont azt is tudták, hogy előbb-utóbb ezt is meg fogják találni, és Kisújbányát jelölték meg a következő bázisuknak. Többen lemorzsolódtak, betegek is lettek elég sokan. Úgyhogy mire átértek Kisújbányára, akkor a csapat létszáma az 200 főre olvadt tulajdonképpen le. Ők rendületlenül bíztak egyébként, hogy az ENSZ majd olyan döntést hoz, hogy valamilyen úton-módon nyugatról mi segítséget kapunk, de ugye a hírekből lehetett tudni, hogy nem számíthatunk kedvező döntésre ebbe az ügybe. És akkor azért nyilván a lendület, a kedv, az összes körülmény, tehát a rossz felszereltség, a rossz öltözet, a kilátástalanság nem volt jó hatással a csapatra. Úgy döntöttek, hogy visszamennek Vágott pusztára. Gyakorlatilag 60-70 ember ért már csak vissza oda. Ott végleg eldöntötték, hogy befejezik az ellenállást. És
És milyen szálon kapcsolódik a láthatatlanok csapata az erdészekhez? Mi erdészek a mindennapjainkat így töltjük. Nap mint nap azokat az utakat járjuk, amiket annak idején a meccseki láthatatlanok is jártak. És ezelőtt 10 éve született egy ötlet, hogy kellene egy olyan emléktúrát szerveznünk, ami a meccseki láthatatlanok által járt pontokat összefűzi. A túra folyamán mindenki kis térképet kap, valami kis leírást, hogy mi is történt itt ebbe az időbe, és akkor így valahogy a természetjárás és a történelem összeér, és bízunk benne, hogy mindenki több lesz egy kicsit ezáltal. Hát bízunk benne, és továbbra is sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Ha azt mondom fürdés, arról biztosan mindenkinek az otthoni forró vízzel teli kád, vagy egy kellemes nyári strandolás jut az eszébe. Na de milyen jótékony hatásai vannak a hideg vízben történő megmártózásnak? Lássuk! 4 évvel ezelőtt egy eléggé csúnya mandulagyulladásból gyógyultam éppen már kifelé, és hallottam korábban már, hogy a hidegvíznek áldásos hatásai vannak, és ekkor találkoztam egy olyan fajta hidegvizes zuhanyzási metódussal és levegővételi gyakorlatokkal, ami tájításuk szerint immunerősítő, sejtregeneráló, antidepresszáns, segíti a fogyást, és még sorolhatnám, számtalan áldásos hatása van, úgyhogy elkezdtünk eljárni különböző helyszínekre, kipróbáltuk, hogy milyen lehet ezt nem csak otthon zuhanyzást által átélve, hanem a szabadban úszkálva, kicsit mártózva. Először egyszer elmentünk 3-an, még egy barátunkat el tudtunk hívni, és akkor utána hirdettünk eseményeket, és akkor egyre többen és többen lettünk. Változó, hogy mikor hányan jönnek, de van egy kemény mag, az olyan 20-30 fő. Mint ahogy mindennek is, ugye a közösségnek abszolút nagyon komoly teremtő ereje van minden tekintetben, ugye ebben is nagyon sokat tud segíteni a másoktól vett tapasztalat, ugye másoknak az ereje, könnyebb abszolút mértékben együtt. Mindenképpen úgy kell felkészülni a vízbe menetelre, hogy mind testileg, mind mentálisan, azaz lelkileg is fel legyen mindenki készülve. Egy picit ilyen törzsi hatást fogunk itt most átilletni mindenkivel, és utána szépen megyünk a vízbe. Csukjátok be a szemeteket, egy pár mély levegővel érkezzetek meg a testetekbe, érkezzetek meg a helyszínre, figyelmetekkel egyre jobban befelé forduljatok. Nincs más dolgot, csak egy olyan helyszínre képzelni magadat, ahol a legkellemesebb számodra, ez lehet bárhol az egész világban, akár otthon, akár egy tengerparton, akár itt Veresegyházon. Minden alkalom új, és minden alkalommal ugyanolyan furcsa érzés. Tehát ez nem olyan, hogy majd a 100-nál már nem érzem, mindig érzed, és mindig hideg. Csak hozzá lehet úgy szokni, és hozzá lehet úgy edződni, hogy egyre nagyobb izgalommal várja az ember. Amennyire felturbózódik ilyenkor az ember egy pár perc alatt, annyira le is fárad utána, de mindenképpen a regeneráló hatása és az immunerősítő hatása az ugye már vitathatatlan is, hiszen bárki, aki hozzánk csatlakozott, a tavalyi és a tavaly előtti időszakot mindenki betegségmentesen nagyon szépen át is vészelte. Amellett, hogy ugye testileg is rengeteg előnye van ennek a ritusnak, rengeteg szellemi és lélekbeli pozitív energiát is tud az ember ebből gyűjteni. Egy idő után már kívánja az ember ezt az élményt, ugyanis annyi endorfin, dopamin szabadul fel, ami feltölti az embert, hogy utána egész nap képesek vagyunk vigyorogni. Az a fő célunk az, hogy eljünk, legalábbis nekem, hogy egy kis életérzést csempészünk a mindennapokba. Ilyenkor az ember elfeledi minden problémáját, mert annyira benne van a jelenben, hogy ezt nagyon más úton, módon nem is nagyon lehet elérni. A lényeg az, hogy mindenki egy olyan fajta fókuszba kerüljön itt önmaga kapcsán, ami nem a külvilág, hanem itt a belső világ fókusza szerint legyen teljes mértékben nyomatékosítva. Meg tud alapozni teljesen egy napot, vagy egy következő hetet.
Otthon érdemes elkezdeni hidegvizes zuhanyok formájában, pár másodpercig a zuhanyzás végén hidegvizet enged a lábára, aztán utána egyre jobban jön fölfelé, egészen a fejéig, és hát érezze meg azt, hogy ez egy picit bizsergetőbb, nem annyira túlságosan komfortos érzés az első pár napon keresztül, de minél jobban hozzászokik, mind lelkileg, mind testileg, annál könnyebbé fog számára válni, és azt fontos kihangsúlyoznom, hogy ne egyedül tegye, tehát valaki legyen ott a környezetében. A Vértesi Erdő ZRT emlékerdőt hozott létre. Körtvélyes pusztán, de hogy mi célból telepítették ezt az erdő részletet, arra rögtön fény derül. Egy erdő születése az mindig ünnep. Különösképpen ez a mai napon, ez az emlékerdőnek az átadása. Ugye az 50 évvel ezelőtti vadászati világkiállítás 50. évfordulóra jövőre vadászati világkiállítást rendez Magyarország, és mind a 22 állami erdőgazdaság köztük mi is egy-egy 1 hektáros emlékerdővel állít emléket ennek a 21-es világkiállításnak. Nagy megtiszteltetés, hogy ilyenben részt vehetünk. Szeretnénk egy olyan emléket, egy olyan mementót állítani ennek a világkiállításnak, amire majd adott esetben 70-80 vagy 120 év múlva is emlékezni fognak az emberek. Ez szolgálja, amit kértünk minden egyes emlékerdő mellé, egy emlékoszlop, egy pici tábla, egy emlékkő, ami hirdeti, hogy valójában miért is települt ez az erdő. 4 fő fafaj került be, csertölgy, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy és a bükk, emellett pedig 10-11 fafaj gyümölcsök és különböző juharok, tehát egy teljesen elegyes állomány létrehozására törekedtünk, hogy be tudjuk mutatni Magyarország, illetve a Vértes jellemző fafajait. Nagyon fontos ez az elegyesség nagyobb léptékben is, hiszen minél elegyesebbek az erdőállományaink, annál nagyobb az esélyük arra, hogy valamelyik fafaj kibírja a klímaváltozás viszontagságait. Talán nem mindenki tudja ebben az országban, hogy régen a bányász-kohászerdész az egy szakma volt, Selmecbányán az akadémián, aztán később ez szétvált három felé, de a barátság, a selmeci szellem továbbra is él. Van egy együttműködésünk a Tatabányi Erdészettel, ők segítségünkre voltak, amikor mi kértük, és a megállapodás része, hogy egy erdő részletet örökbefogadunk. A terveink szerint évi 2-3 alkalom, ahogy a szakemberek majd megmondják, kijövünk ide, mindig nagy csapattal szeretnénk kijönni, és olyankor mindig szeretnénk, hogy az erdészek is itt lennének, nem felügyelni, hanem egy kicsit oktatni bennünket az erdészetről, mert nagyon sok azt gondolják, az erdő az nő magától, le kell menni, ki kell vágni a fát, ezért sokkal többre van itt szó, és ezt szeretnénk kicsit mélyebben megismerni. Ez egy platán, amit elültetünk ide a kápolna mellé. Egy ilyen 10-15-20 év múlva már szabadállásban nagyon szép terebélyes koronával fog rendelkezni, és meleg nyári napokon szuper árnyékot fog nyújtani. Az emlékerdő közvetlen közelében számos turisztikai jellegű látnivaló található. Ilyen például a körtvélyes pusztai kápolna is. A Vértesi Erdő ZRT mindig törekszik arra, hogy a kulturális, történelmi és egyéb emlékhelyei szoros harmóniában éljenek az erdővel. Ezeknek a fenntartása, ez különös feladatunknak érezzük. Azt gondolom, hogy a helyiek ezt jó szívvel fogadják. Erdőgazdálkodás mindig hosszú időtávokban gondolkodik. Ez nem is lehet másképp, hiszen a fák évtizedeken, sőt évszázadokon átnyúló életciklusa miatt a mai munka eredménye is sokszor csak 100-150 év múlva jelentkezik. Ahhoz, hogy a hosszú távú eredmények érdekében felelősen tevékenykedhessenek, az erdészek rendszeresen felmérik az erdők egészségi állapotát és az erdők faanyagának mennyiségi változásait. Ezután a kapott adatok alapján terveket készítenek. Ezek az erdőtervek nem csak a várható munkák leírását tartalmazzák, hanem azt is, hogy távlatilag milyennek kell lennie az erdőnek. Alapelv, hogy a kitermelésre váró faanyag mennyisége sohasem lehet több a folyamatosan képződőnél.
valamint hogy minden véghasználati fakitermelést ezzel azonos nagyságú erdőfelújításnak kell követnie. A tervezés, e tervek végrehajtása a záloga annak, hogy az utódaink is gyönyörködhessenek a zöld rengetegben. A tervszerű erdőgazdálkodás valójában az erdészet lényege. Rég elhunyt elődei nyomán haladva, a jelenkor erdésze már a következő generációknak szolgáló erdő életét tervezi meg. Mindenkinél jobban érezve a fákban megtestesülő idő hatalmát, tudván az erdőket nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Remélem sok érdekességgel és hasznos információval tudtunk szolgálni önöknek mai adásunkban is. Egy hét múlva újra találkozunk. Viszontlátásra!